Jó estét kívánok, kedves nézőink! Igaz, hogy még nagyon meleg van, nyár van, de már az én kertemben kivirított az őszi rózsa. Úgyhogy ilyenkor az embernek már van egy ilyen kis nosztalgiája, hogy hamarosan vége lesz ezeknek a szép nyári napoknak, és jön az ősz. De azért azt gondolom, hogy itt, aki Nyíregyházán él, annak az ősz is nagyon varázslatos, illetve a nyár vége, mert rengeteg programmal várják azokat, akik egy kellemes estét szeretnének mondjuk a város főterén eltölteni. Úgyhogy a mai műsorban nagyon sok ilyen programot ajánlunk majd, de különböző érdekességekkel, néptánccal, illetve nagyon klassz zenével is várjuk Önöket, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk ma este és itt a víkendben. Elsőként szeretettel köszöntöm Bene János történész, címzetes igazgató urat, huszárosan, ugye kedves János, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy amit itt a huszárokról, meg az első-második világháborúról tudni lehet, azt az elmúlt években azt gondolom, hogy maradéktalanul meg is tanultad. Ebben az évben 15. alkalommal rendezitek meg ezt a huszár találkozót. Hát úgy tűnik, ez egy jubileumi alkalom. Lesz valami változás a korábbi évekhez képest? Ünnepibb lesz ez a találkozó? Igen, természetesen, hiszen kettős a jubileum. Az ember el se hinné, hogy már 15. alkalommal rendezzük, 1991-ben volt az első, a pápa látogatás másnapján, és 20 éves a szobor. Uh-huh. Az is ugye, mintha most avattuk volna, 1997. októberében avattuk fel a szobrot az Országzászló téren, tehát mind a kettő arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit elgondolkozzon, visszatekintsen, megcsináltunk-e mindent, amit gondoltunk, mit viszünk tovább, de azt hiszem, hogy amit kitaláltunk 1990-ben, azt megtettük, hiszen a magyar huszár, a nyíregyházi huszár emléke fenn van, sőt ugye a nézők bizonyára tudják, hogy ez év júniusától a magyar huszár ott van a hungarikumok között is, tehát ami dolgoztunk, hogy a huszár híre fennmaradjon, az meglett. És hát természetesen vannak olyan dolgok, amik maradnak a korábbi találkozótól, hiszen itt lesznek a hagyományőrző huszárbandériumok, tehát akik jön a térre 26-án szombaton déltájban, az megint megláthatja azt az 50 szép lovast, és gyönyörködhet majd a huszár díszmenetben, ami egy csodálatos dolog, ugye azért 50 lovas, amikor rövid vágtával végigmegy a téren, és egy csattog a lovak patája a kövön, az egy felemelő érzés. De lesznek benne újdonságok. Szeretnénk díszsortűzzel emlékezni a elhunyt huszárokra, a 15. találkozóra, a 20 éves szoborra, és hát kiadnánk újra az 1991-ben megjelentetett Nyíregyházi Huszárok című könyvet, és ha minden kész lesz, mert a Pénzverdével még húzakodunk, de szerintem kész lesz, emlékérmet is kiadunk a találkozó tiszteletére, egyik oldalán azzal, hogy 15. huszár találkozó, másik oldalán pedig azzal, hogy 20 éves a szobor. És hát délután pedig a Sóstói Múzeumfalóba várunk mindenkit, mert akkor viszont megint csak oda hívjuk az összes bandériumot, oda hívjuk a kutyás rendőröket, oda hívjuk a tűzoltókat, oda hívjuk a mai katonákat, hogy mutassa be mindenki, hogy ő tulajdonképpen mit tud. És ugye a legfontosabb az, hogy a hagyományőrzők azon túl, hogy a lovas karusszelt, a huszárrohamot, a kardiás bemutatják, lóról szállnak, és akinek van kedve, felülhet a lóra, tehát főleg ez a gyerekek szeretik nagyon. Tehát én bátorítanám a szülőket, hogy hozzák a gyerekeket nyugodtan, fel lehet ülni, meg lehet lovat simogatni, kézbe lehet venni a kardot, meg lehet kóstolni, hogy mekkora súlya van ennek. És emellett nem csak a régi korokról lesz szó, hanem a mostani katonák, tehát a debreceni Bocskai Dandár katonái tartanak közelharcbemutatót, terrorista elfogást, tehát itt azért a vaklőszerek fognak rendesen pattogni, meg szólni a Sóstón, és a tűzoltók pedig a hagyományos, régi, rajtos, szivattyús fecskenővel fognak tüzet oltani, és hát kijönnek a technikák. Uh-huh. Azért ritkán látnak Nyíregyházán harcjárműveket, itt lesz vagy három belőlük, itt lesznek a fegyverek, ki lehet próbálni azokat is. Itt lesznek a tűzoltó gépjárművek, oda is fel lehet szállni, lehet egy kicsit szirénázgatni. Szóval mindent szeretnénk megmutatni, azt ami az egyenruhás testületekhez, a katonákhoz, a huszárokhoz kapcsolódik. Hát azt gondolom, hogy ez tényleg egy színpompás rendezvény lesz, kicsiknek, nagyoknak egyaránt nagyon érdekes. Valamikor pár évvel ezelőtt beszélgettünk arról így a huszár találkozó kapcsán, hogy ugye voltak olyan rendezvények, amikor még
élő huszárok, már ugye idős, nagyon öreg emberek még el tudtak jönni. Hát gondolom, hogy most már sajnos nincsenek közöttünk. Hát sajnos így van. Éppen én is végignézegettem a régi fényképeket. De 1991-ben mindegy 200 régi huszár sorakozott ott a múzeum előtt, jó volt látni őket. Akkor még úgy álltak, hogy első század sorakozó és 5-6 huszár egy volt tisztje mellett. 2 éve már csak egy ember volt itt, Tomaszowski Mihály bátyánk, 94 évesen. Ugye a legfiatalabb korosztály az 1923-as születésű, akik mostak ugye 94 évesek. Hát bizony, ha Mihály bátyánk jön, akkor lesz még egy huszár, ha nem, akkor bizony. Most már csak unokáknak, dédunokáknak, családtagoknak és a huszárságot érdeklő embereknek szervezik a találkozókat. Igen, hát elfogytak, ugye a történelem ilyen, de igen. Az, hogy ilyen szép és méltó emléket állítottok a huszároknak, azt gondolom, hogy ez páratlan, ami itt történik Nyíregyházán. Úgyhogy még egyszer az időpontot, akkor mikor, hová kell menni, hogy lássuk ezeket a fes huszárokat? Tehát a dátum szerint 2017. augusztus 26, egyébként a jövő héten szombaton 11 órától a Huszárszobornál, és délután 3:30-tól pedig a Sóstói Múzeum faluban várom mindenkit. Én is köszönöm szépen. Mi pedig program ajánlóval folytatjuk. Igazgatók adják a stafétát itt a Weekend stúdiójában, hiszen Bene János után Szabó Sarolta érkezett hozzánk, a Sóstói Múzeum igazgatója, múzeumfalu igazgatója. Jó estét, szia Saci! Jó estét kívánok! Szervusz. Én azzal kezdtem, hogy ugye, hát itt az ősz, mert hogy nyílik az őszi rózsa, és itt nyár végén azért még nagyon-nagyon sok minden történik, ugye augusztus 20-át ünnepeljük hamarosan. Ez egy olyan nap, amikor a Sóstói Múzeum faluban már az új kenyérrel várják a kedves látogatókat. Gondolom, így lesz ebben az esztendőben, nem lesz 20-a új kenyér nélkül. Mi minden várható majd nálatok? Mesélj egy kicsit a programokról. Természetesen lesz új kenyér is, hiszen a Sóstói Múzeum falu kemencéjében sülnek aznap a kenyerek majd. De egy kicsit az augusztus 20-ával kapcsolatosan építettük fel ugye a programot, hogy a kenyér útját is végigkövethetik, nem csak megkóstolhatják a látogatók az új kenyeret, lesz kenyérszentelés is, de végigkövethetik az aratástól egészen a kemencébe kerüléséig, tehát azokat a munkafázisokat, ahogy az elvetett magból kenyér lesz, tehát kipróbálhatják az aratást, van egy kis területünk még, ahol van még növényünk, amit le tudnak vágni múza, illetve rozs, és sarlóval ezt megpróbálhatják, aki akarja, de akár az őrlést is megnézheti, hiszen a szárazmalom ilyenkor ebben az évben egyszer beüzemel, és körbejárnak a lovak az őrlés során, és aztán szelelhetik a gabonát, darálhatják, kézi darálóval is ki lehet próbálni, és utána pedig majd az analcsi portánkon pedig a készkenyeret meg lehet kóstolni. Magát a dagasztást, meg ezt a műveletet is látni fogják? Aki kíváncsi rá, de a dagasztást azt nagyon korán el fogjuk kezdeni, még a nyitás előtt, hiszen több kenyeret szeretnénk sütni, hogy aki szeretné megkóstolni, az megtehesse, és hát ehhez el kell kezdeni nagyon korán a dagasztást, hiszen régen, amikor a falusi emberek otthon sütötték a kenyerüket, akkor is a gazdasszony már hajnalban felkelt. Akkor nem biztos, hogy a múzeum falu látogatói már hajnalban ott fognak kukorékolni és nézni. Hogy nem, de nyilván egyes fázisait be tudjuk mutatni, és az első kenyerek, ha az első kenyerek dagasztásánál nem is lesznek ott, de azért nyilván meg lehet majd nézni ezt a munkafolyamatos
folyamatot, és két kemencénk van az Anarcsiportán, és ott fognak majd a kenyerek sülni. De egész napos programok lesznek, vagy egész nap lesz program a színpadunkon, illetve olyan kézműves tevékenységek, amelyeket a múzeumfaluban megszokhattak a látogatók, és ha szeretnék, akkor kipróbálhatnák. Lesz a gyerekeknek bábszínház, kétszer is két bábszínházi előadás, két különböző darabbal. Lesz ez különböző a időpontban, különböző időpontokban, egy délelőtt, egy délután, és lesz a Nyírségi Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak a résztvevői is be fognak mutatkozni délelőtt a színpadunkon. Tehát lesznek színpadi programok, és lesznek olyan programok, amelyeket egyénileg vehetnek igénybe a látogatók, mint például ez a különböző állomásai ennek a kenyérútjának, ott, ahol összegyűjtenek az állomásokat, és a végén megkóstolhatják nem az idei országtortáját, hanem az elmúlt évek országtortájából sütettünk meg kétfélét, és melyik lesz ez a kettő? Szilvás lesz, a szatmári szilvás, és a másikat most így hirtelen nem volt tudom megmondani. Is, ha jól emlékszem. Igen, azt hiszem almás is lesz, igen. Egyébként ez a nem sokára itt a mai műsorban pontosan az ország tortájáról fogunk beszélgetni, sőt a cukormentes tortáról is. Ahogy itt említetted a kenyér útját, tulajdonképpen ez hagyomány a múzeumfalban, hogy bizonyos munkafolyamatokat ugye meg lehet ismerni, akár a dohánytörést, vagy a szilvalekvár készítését, vagy nem tudom, talán a kender útját is bemutattátok már? Igen, tehát, igen. Ugye éppen a hagyományok tisztelete, illetve annak a bemutatása, hogy bizony azért ez borzalmasan nehéz munka volt, akár egy kenyér megsütése is, milyen nehéz fizikai feladat, és éppen ezért volt annyira fontos, hogy annak ne menjen kárba egy darab kája se, tehát még a száraz kenyérből is ugye prézlit készítettek, vagy mindenképpen ugye megbecsülték, hát sajnos ezt ma már nem biztos, hogy el tudnánk mondani. Ez itt a nyár gyakorlatilag utolsó nagy rendezvénye, ha mondhatjuk ezt, és ha már itt az őszre utaltam, szeptemberben is szokott lenni egy országos érdeklődésre is számot tartó programotok, ami szintén a gasztronómiához kapcsolódik. Igen, a gasztronómiához, a népi gasztronómiához kapcsolódik. A régi Magyarország ízei a programnak az elnevezése, és a megye különböző tájegységeinek a gasztronómiai, népi gasztronómiai bemutatkozása tulajdonképpen, illetve hívtunk olyan csapatokat is, akik a magyarországi skanzenekből érkeznek, a határon túlról érkezik az ungvári skanzen, a Hajdú megyei területről is jönnek csapatok, és egy picit a régebbi korokba is elkalandozunk, az időben visszafelé, és középkori ételeket is megkóstolhatnak majd a látogatók. Ez hanyadikán lesz szeptember? Szeptember 10-én, vasárnap 10 órától. Hát köszönjük szépen, Saci, és ha már említetted a Nyírség táncosait, akik ugye bemutatkoznak augusztus 20-án, mi most ezzel folytatjuk, hiszen a Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál tulajdonképpen szerda este nyílt meg itt Nyíregyházán a Kossuth téren. 8 nemzet néptáncosai szerte a megyében bemutatkoznak és táncolnak majd a nézők örömére. A következő percekben a megnyitóból készítettünk egy összeállítást. Thank you.
Az előző beszélgetésünkben utaltunk az ország tortájára. Csekő Sándor néha a Csekő Kávéház tulajdonosa egyenesen a sütőüzemből érkezett hozzánk, és hát két fantasztikus tortával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát igen, azt gondolom, hogy ilyen remek művekhez szükséges az, hogy munka is legyen mögötte, és akár be kell állni, és a munkát ellenőrizni, vagy sütni is. Gondolom, hogy amikor elkezdték a vállalkozást, akkor még sütni kellett, és a recepteken gondolkodni, ma pedig már egy óriási birodalmat kell irányítani. Azért előfordul, hogy beáll, és... Igen, amikor szükség van rám, akkor szívesen segítek, mint például most is tényleg a műhelyből jövök, hogy segítsek ezt a fantasztikus két tortát a vendégek elé szervírozni, nagyon sok munka van mögötte, nagyon sok száz szeletet készítünk el minden évben, és ez nagy kihívás számunkra, hogy ezen a gyönyörű ünnepen, augusztus 20-án, Szent István ünnepén az ország születésnapi tortáját mi is elkészíthetjük. Tulajdonképpen ugye, amikor évről évre megválasztják az ország tortáját, akkor gyakorlatilag a receptjét is közzéteszik. És, így van. Gondolom, hogy mindenki megpróbálja ezt elkészíteni. Igen. Van azért különbség egy-egy cukrászat ország tortája között? Óriási különbség van. Szakmai zsűrizi azokat a kollégákat, akik készülnek erre a nagy napra egy évig, és beküldik a tortájukat. Aztán, amikor kiválasztják a nyertes tortákat, mint most is, akkor azok a műhelyek, azok a cukrászdák, akik jelentkeznek, hogy szeretnék ezt majd értékesíteni ezen a gyönyörű ünnepen, azok megkapják a titkos receptet. Értem, tehát én például nem tudom letölteni a netről. Nem. Ez egy titkos recept alapján készült el, és hát ugye először nem igazán sikerül semmilyen torta, tehát mi is neki állunk úgymond, és elkezdjük elkészíteni, hogy sikeres legyen, tökéletes, és olyan, ami méltó ehhez az ünnephez, és hogy nagyon finom és nagyon szép természetesen. Akkor mutassa be nekünk ezeket a remek műveket. Az ország tortáját a nézők, ugye itt ezt a barna, látszólag csokis bevonatú torta, de hát mégis ez csupa-csupa mogyoróból készül. Ez a balatoni habos mogyoró torta, mint a neve is elmondja, nagyon-nagyon habos, és nagyon-nagyon mogyorós, ami létezik, fogalom olyan, hogy mogyoró liszt, mogyoró olaj, mogyoró praliné, mogyoró paszta, az mind benne van a tortába, és hát a piskóta része is egy nagyon-nagyon könnyű, nem tartalmaz lisztet, és csodálatos az egység, az ízhatás, amikor ezt megkóstoljuk. Tartalmaz még ezen kívül fekete ribiszkét, és nagyon finom tejszínt, tehát természetes anyagokat, ez a lényege az egésznek, az kihívás az ebben a tortában, hogy természetes anyagokat tartalmazzon, és hogy magyar jellegű legyen az ízvilága, és Magyarországra. A balatoni habos magyarul az azt jelenti, hogy Balaton környékén van, volt a odavaló a cukrászda, tehát nem a Balaton partján termett mogyoróról nem, van szó. Nem, a Balaton partján termett mogyoróról van szó, hogy magyaros ízvilágú, magyar termék, ezt népszerűsítjük ezekben az ország tortákban, hogy itt a mi hazánkban csodálatos gyümölcsök, gabonák, zöldségek teremnek, és akkor mi cukrászok ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyarok tudják, hogy a mi gyümölcseink, a mi ízeink csodálatosak, és tényleg azok. Azt gondolom, hogy tényleg az allergiások is bátran megkóstolhatják, kivéve a mogyoró allergiások, ugye, mert hát ez csupa-csupa mogyoró. Igen. Mellette pedig Pöttyös Panni fantázia névvel egy nagyon cuki kis, hát jó nagy torta található, és ez is egy különleges kategória. Ez is nagyon különleges, nem tartalmaz lisztet a piskóta része, mandula liszt van benne, és mák, és egy mausz, egy könnyű, habos krém, ez a málnás, ez a piros színű, rózsaszínű krém benne, de ezen kívül van benne még szilva lekvár is, és az ízhatásában nagyon finom, hozzáadott cukrot nem tartalmaz, eritritol van benne, tehát az érzékenyek fogyaszthatják nyugodtan. Hát nem tudom, hogy önnek van-e személy szerint kedvenc ország tortája. Ugye itt néhány perccel azelőtt arról beszélgettünk, hogy a korábbi nyertes tortákat kóstolhatják meg majd a múzeumfaluba. Ugye önöknél már most a 2017-est is, ami mondjuk
nagyon-nagyon közel áll a szívéhez, vagy a ízlelő bimbóihoz inkább? Hát én gyerekként a mogyorós csokoládét nagyon szerettem, és nagyon-nagyon ízlik ez a tartalmast, mert a mogyorók mogyorója nagyon-nagyon finom, és merem ajánlani mindenkinek, mert ez most igazán egy nagyon sikeres torta. És hányszor kellett megsütni, hogy ez így sikerüljön, hát, mondjuk a profitnak? Hát igen, kétszer-háromszor megsütöttük, hogy sikerüljön azt a több száz szeletet elkészíteni, mire jönnek a vendégek, készen legyünk, és tudjuk nekik adni ezt a gyönyörűséget és finomságot. Azon gondolkodtak-e, hogy nevezzenek erre a versenyre? Az az igazság, hogy ez óriási élmény lenne, és arról beszéltünk, hogy jó lenne, hogyha most már mi is beneveznénk egy ilyen torta ki versenyre, egy ilyen kihívásnak eleget tennénk. Szerintem képesek lennénk egy Micsekő kávéház, egy nagyon-nagyon finom tortát készíteni. Hát, ha még nyerne is, az hát fantasztikus azt gondolom, lenne. Hogy fantasztikus lenne, úgy marketing szempontból, mint mondjuk lokálpatrióták, ugye mi itt a megyében nagyon büszkék lennénk rá. Nem csak az ország tortája lenne, hanem a megye tortája is innentől kezdve. A mandula liszt, illetve ezek a különböző maglisztek azért másképp működnek, és csak azért mondom, hogy aki megpróbálkozik, ha nem is ezzel, de valami mással, lehet, hogy nem árt a profiktól tanácsot kérni, mert bizony tényleg ehhez kell gyakorlat. Hát akkor augusztus 20-a alkalmából most már egy ilyen ízzel is találkozhatunk önöknél. Hát kívánom, hogy sok elégedett látogató vagy vásárló kóstolja meg ezt a fantasztikus nagyon szépen finomságot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mi pedig hamarosan jövünk a második résszel. Maradjanak velünk.